Miért nem működnek a célkitűzéseink? Erről lesz szó a mai Szabadság Mentoring videóban, ahol folytatjuk a 10 ötletet, amivel a 2023-as évet a legjobb év lesz az életed során. Nagy szeretettel üdvözöllek, én Pető Bence vagyok, ez pedig a Szabadság Mentoring újabb videós epizódja, és ahogyan ígértem, folytatjuk a 2023-as évre való felkészülésünket, és ezúttal egy picit a célkitűzésről szeretnék veled beszélni, illetve veled együtt gondolkodni. Nekem egy nagy felismerés az elmúlt napokból, hogy összeírtam célokat, úgymond egy füzetbe elkezdtem újra napi szinten vezetni, és ahogyan így végignéztem, vagy visszatekintettem az adott napban összeírt célokra, így rájöttem, hogy valójában ezek nem is célok. Ezek igazából eszközök. És mindegyik eszköz, tehát nagyon könnyen kideríthető az, hogy mitől eszköz valami, és mi az, ami cél. Ezt pedig úgy tudod megtenni, hogy egyrészt mennyire inspirál, mennyire izgat föl, mennyire telít el energiával az, amit leírsz. Mert amikor te egy feladatot írsz le, egy olyan eszközt, ami valamihez egyébként kell, akkor valójában azt érzed, hogy hát ez egy nyűg, egy kényszer, egy kínlódás, valójában igazából kedved sincsen megcsinálni, szóval, hogy nyilván ezek az érzések uralkodnak inkább. Viszont egy cél az mindig inspirál. Valójában egy cél egy olyan ötlet, egy olyan elképzelés a jövődről, amivel szerelembe tudsz esni. És nem biztos, hogy tudod, hogy hogyan csináld meg. Ugyanúgy, ahogyan amikor az általános iskolában vagy a középiskolában kinéztél magadnak valakit, akkor nem biztos, hogy a fejedben volt, és tudtad azt, hogy hogyan fogod majd felvenni vele a kapcsolatot, csak tudtad, hogy valamiért az izgat, valamiért szeretnéd vele a kapcsolatot tartani, valamiért meg szeretnéd majd szólítani, meg szeretnéd majd ölelni, és ez az érzés, ez hatalmába kerített, utána már nem is kellett magadat kondicionálnod, meg úgymond kényszerítened arra, hogy folyamatosan eszedbe jusson. Na, ide kellene eljutnod a célkitűzés kapcsán. Akkor vannak igaziból céljaid, hogyha amikor rágondolsz, akkor eldobsz mindent, akkor elkezdesz álmodozni, elkezdesz energiát pumpálni saját magad számára, elkezdesz úgymond vágyakozni, és valahogy így mindent hajlandó vagy félredobni, sőt, igazából de van egyfajta lelkiismeret furdalásod, amikor nem azzal foglalkozol, amit kitűztél magadnak, amikor nem a céljaiddal foglalkozol. Amikor valaki mással beszélgetsz, amikor valami máson gondolkodsz, ugye ez csak a múltban való úgymond merengés, hogy amikor úgy mással beszélgettél, mással foglalkoztál, ami nem hozzá kapcsolódott, vagy adott esetben picit távolított is tőle, akkor az nem volt jó érzés. Na, a célkitűzésnél is pontosan ez a helyzet. Akkor, amikor valójában ilyen terveket szősz, ilyen álmokat, és ilyen céljaid vannak, akkor azok energiát fognak adni, azok lelkesíteni fognak, és lehet, hogy nem tudod, hogyan, de hogyha egyre jobban vágyakozol, akkor hidd el, hogy egyre jobban fogod tudni. Ugye, ahogy Jim Rohn mondta, amikor egyre erősebb a miért, akkor egyre könnyebbé válik a hogyan. És a legfontosabb gondolat igazából ehhez kapcsolódóan még egy dolog. Amikor eszközöket tűz ki az ember, akkor azt onnan is tudja, hogy amikor leírja a papírra, lehet, hogy első pillanatban ez célnek tűnik, de hogyha fölteszed a kérdést, hogy miért, és azt tudod válaszolni rá, vagy tudsz rá találni valamilyen racionális magyarázatot, ami igazából nem is annyira a szívedből jön, hanem inkább az eszedből, a fejedből, akkor
szinte biztos, szinte garantálható az, hogy az nem egy cél, legalábbis nem az a fajta cél, amiről mondjuk úgy Bob Proctor tanít például, hanem az megint csak egy eszköz. A miért föltétele után jön igazából az, ami talán közelebb van a célodhoz, vagy egy burokkal közelebb van hozzá. Például nekem is egy csomó ilyen van, amikor kitűzöm azt, hogy egy új könyvnek a megírása. Valójában az első az lehet, hogy még cél volt, az első az még lehet, hogy egy igazi álom volt. De az új könyvek most már nekem nem cél, hanem inkább eszköz, hogy van egy távolabbi cél, és ahhoz segít hozzá, hogy ahhoz kerüljek közelebb. Úgyhogy, hogyha így nézek rá ezekre kvázi az eszközlistákra, akkor nem is annyira vagyok lelkes, de hogyha mögé nézek, és belegondolok abba, hogy miért akarom, akkor az már sokkal inkább inspirál, az már sokkal inkább egyfajta erővel tölt fel, és egy lelkesítéssel tölt fel. Úgyhogy abban szeretnélek segíteni, hogy 2023-ra te valójában ne eszközöket találj magadnak, ne eszközöket tűzzél ki, ne olyan dolgokat, amiket úgyis meg tudsz csinálni, ne olyan dolgokat, amiket majd valamitől teszel függővé, mert az emberek többsége egyébként ilyeneket tűz ki. Vagy olyat, amiről már tudja, hogy hogyan, amit el tud ezáltal hinni, vagy a másik pedig, hogy jó, oké, majd elutazom ide, hogyha majd sikerült az. Na, az igazi cél az nem ilyen. Nem tesszük valamitől függővé, és sokszor azt se tudjuk, hogy hogyan kezdjünk bele, még talán ez sem. Úgyhogy az igazi cél az, amire vágysz. Ami például mondom, az általános iskolában a szerelem volt. Hogy egy olyan, aki nem is biztos, hogy tehát valamiért tökéletesnek tartok, valamiért hibátlannak, na ő vele szeretnék. Úgyhogy 2023-ra tűzél ki célokat, ebben szeretnélek segíteni, ebben foglak is segíteni a következő napokban, hetekben még, és hogyha igazából meg szeretnéd találni azt a helyet, ahol te ezt meg tudod tenni, tényleg egy napot rá tudsz fókuszálni, akkor pedig legyél ott január 17-én Dunaszentmiklóson, ahol az Exponenciális Évkezdés nevű programot tartjuk majd meg Parajdi Istvánnal. Fogynak a jegyek, viszont itt, ezen a linken, ami itt a videó alatt található a leírásban, itt majd fogsz tudni jelentkezni rá, sőt, hogyha megveszed a jegyedet, bármelyiket is választod, garantálom, hogy a Viharjelzés című könyvünkből fogsz egy példányt hozzá kapni, úgyhogy ez pedig a 2023-as évben egyfajta túlélő könyvként fog majd funkcionálni számodra, illetve minden vállalkozó számára, aki elolvassa. Úgyhogy hajrá, csapjunk bele, 2023-ban tehát nem eszközök, hanem célok jönnek, célokat tűz ki, és szeretnélek ebben segíteni, fogunk is téged segíteni benne, úgyhogy szuper napot neked, jó készülést, az évzárásra, sikeres évzárást, és jó karácsonyi felkészülést kívánok!